Riportunkban fontos információkat hallhatnak a daganatos megbetegedésekről. A komáromi Agel kórház nőgyógyászati és szülészeti osztályán jártunk. A következő percekben a méhnyakrákról szólunk. Наше отделение заубирається не лише тяготними, а гінекологічними пацієнтками, але винуємося ай раковини женських поглавних органів. Osztályunkon a szülészet és a nőgyógyászat mellett a női nemi szervek daganatos megbetegedéseit is gyógyítjuk. Operatív nőgyógyászati onkológia működik nálunk, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden nemű női daganatos megbetegedés műtéti kezelését el tudjuk végezni. Ezen kívül szakrendelőnkben el tudjuk végezni a szűrővizsgálatokat, kezelni tudjuk a daganatos megbetegedéseket, és további páciensek ellenőrzését, utánkövetését is el tudjuk látni. Ma a méhnyakrákról fogunk beszélni. Szeretném elmondani, hogy nálunk lehetőség nyílik gyors kolkoszkópiára. Ez azt jelenti, hogy nőgyógyászati mikroszkóp alatt meg tudjuk nézni a méhnyakat, a képet sokszorosára nagyítjuk, és diagnosztizálni tudjuk a méhnyak daganatos vagy jóindulatú elváltozásait. Mikroszkópom, ktorý veľakrát zväčší nám obraz a budeme môcť diagnostovať hociaké onkologické a neonkologické ochorenie krčka maternice. A méhnyakrák nem törvényszerűen halálos megbetegedés, ám tudni kell, hogy ebben az esetben is fontosak a rendszeres szűrővizsgálatok. A rakovina krčka maternice je ochorenie. Dá sa proti nemu bojovať, dá sa mu predísť, vieme ho liečiť a hlavne vieme, ako zabrániť tomu, aby sa rakovina z takého štádia, ktoré je ešte len predrakovinové, aby prešla... A méhnyakrák olyan betegség, amely leküzdhető, megelőzhető, kezelhető, és arra is képesek vagyunk, hogy a daganatos megbetegedést még az előstádiumban felfedezzük és megakadályozzuk a rák kialakulását. Pontosan tudjuk, hogy a méhnyakrák a HPV-fertőzés szövődménye. Ez egy vírusos dolog, amely ha hosszú ideig van a nő szervezetében, akkor a test reagálhat rá oly módon, hogy antitesteket termel, és ezek meg tudják ölni a fertőzést. Ám erre csak az említett korai stádiumok képes a szervezet. Más szóval, a beteg nem tud egyedül megbirkózni vele, ezért el kell mennie a nőgyógyászhoz, hogy az orvos évente legalább egyszer sejtanvizsgálatra kenetet vegyen, és azt laboratóriumban megvizsgálják. Azok a nők, akik járnak nőgyógyászhoz, mindezt tudják. Sama poradiť a musí ísť ku ginekologovi, aby jej aspoň raz ročne zobral ten cytologický stier, a podľa tých stierov, podľa výsledkov, to je určite každá žena už vie, čo je to cytologický stier, pretože ak bola už čo len raz u ginekologa, tak určite toto prišlo na pretras. A méhnyakrák nem fáj, ezért is fontos, hogy a nők rendszeresen járjanak ellenőrzésre egészségük megtartása érdekében. Na druhej strane treba povedať aj to, a to je taký smutný fakt, azt is el kell mondani, hogy elég, ha egy nő csupán egyetlen nemi kapcsolatot létesítsen olyan partnerrel, aki a HPV fertőzés hordozója, és ezt a vírusos fertőzést a nő már is elkapja. Aby túto HPV infekciu dostala.